belépőnk az már megvan, úgyhogy beszélünk róla. Mutassuk meg. 97, az enyém 97. április 28-ai Riffröff jegy, pontosabban Riffröff Rock Club, ami Fehérvári út 120-nál volt. Enyém meg 97. júli 20, nem tudom elolvasni, 6. Az nem most volt, 22 éve ezelőtt. És amit akartam mondani, hogy annak idején még az volt itt rajta a koncert. Nem, ez nem is koncertjegy, ez csak sima rock klubjegy volt, nem? Vagy amikor volt koncert, akkor volt ráírva? Nem. Nem, tehát soha. Mindig ez volt. 300 forintos jegy. Igen, és még figyelj, még mik voltak akkor egy klubban. Rock koncertek, meleg ételek, csapolt sör, kimért bor, flipperek. Nyerőgépek, biliárd, kertfejiség. Igen, itt a nyerőgép volt az érdekes, mert az már magában az egész országban nincsen. És a nagyon fontos, az utolsót olvasd te fel. És a kerthelyiség mellett pedig a 300 forint, arra nem, gondolsz? Alsót. Nincs nekem több, akkor ott, hopsz, az akkor kibővült. Akkor a tiéd szar. Akkor nincsen nekem koncert olyan. Koncert után lányoknak ingyenes. Ja, hogy ez azon rajta volt, de ezen nincsen rajta, és, igen. És én ezt értem a lehetőséggel, erőszeretettel. És non-stop rock röfögés volt. És mi ennek elég gyakran részt vettünk. Mert az oda az van írva a tetejére, megnézed. Igen, ezen jobban látszik, mert hogy piros. Ja. És akkoriban 300 forint, ez így még most is kimondva sok. De 20% áfa. De ez akkor is most nem, így még a 300 forint az úgy még most is van értéke, és 22 éve ezelőtt 300 forint volt a belépő, az ugyan soknak tűnik, nem? Nem volt sok akkor az. Nem emlékszem arra, hogy soknak, hát tök simán kifizettük. Há igen, csak most mondjuk egy kiló kenyér ára. Most soknak tűnik, ahhoz képest, meg hogy mennyit jártunk, már tudva azt, hogy hányszor voltunk. Durván megváltozott, de igen. De nekem nem igen. Került semmi, de sőt, figyelj, neked se, mert pont ez az egésznek a lényege, a Riffröffbe leginkább úgy jártunk, illetve nem leginkább, legtöbbször jártunk úgy, hogy ilyen nem tudom hány óra után volt mindenkinek ingyenes, vagy mi? Vagy most az másik helyen ez volt? Ez csak a lányoknak. Ne, hát de szerintem x óra után a fiúknak is, vagy az a pont, hogy a másik helyen az volt. Az a másik helyen volt szerintem, az az E-klub volt, lehet valami ilyesmi, hogy hajnali 2 után, mert hát valami... Ez, ennek már valami... jó 20 éve. Úgyhogy... Bőven igen, viszont koncert után volt ingyenes, és amikor nem volt koncert... Ja, koncert után, koncert igen. Után, de a lányoknak, ahogy olvastad, de viszont, hogy nekem is arra nem rémlik. De koncerten is voltunk ott, ráadásul nem is egyszer. És akkor még ráadásul egy olyan időszak volt nekünk, hát 97, az az első közös évünk, amikor a helyhez méltóan gyakran összeröffentünk. Igen. Tehát így ilyen finoman fogalmazva. Nem éppen dagonyáztunk akkoriban, de egyébként akkor ismerkedtünk meg, tényleg, hát akkor 90. Még van nagyon. Ott még voltunk külön. Hát hogy előtte, de én voltam. Te voltam, akkor én mutattam be neked a röfit. Hát, ez így mármint, hogy bemutattam, hogy... Nem, mert én a barátnőmmel voltam ott életemben először, és arra nagyon emlékszem, hogy akkor még nem voltam ilyen, hogy akárki akárhol mehet, meg izé, hanem akkor kérték a személyt, és amikor kérdezték, hogy hány éves vagy, rávágtuk 16, mehetsz haza. Tehát ezt így nem lehetett bemenni, csak úgy egy szóra. Mondjuk most is vannak ilyen beléptető izék már, ilyen ZP, meg ilyenekben, amiket hallottunk. Nem tudom, de az egy nagyon emlékezetes hely volt, meg gyakran megfordultunk ott, már csak azért is, mert így élesen megvan, ahogy így megérkezte a Fehérvári útról, balra, volt egy bejárat, közvetlen az épület oldalába, előtte egy nagy parkoló. Egy elég elrejtett dolog volt, ez ahhoz képest, nem volt ez eldugva, de valahogy nem láttad, hogy az ott egy szórakozó. Villamosról, de... Nem úgy, hanem nem egy szokványos bejárat. Hát nem, mert lent alaksori rész volt. Igen, ez egy ilyen pincehelyiség volt. Végülis egy pincehelyiség volt, egy épületnek egy pincehelyisége, lementél, és közvetlen szembe volt a klotyó, ahogy bementél, volt szembe a két klotyó. Elfordulta, ott már voltak ilyen... De elfordult a lépcső. Tehát ahogy te leindult, nem? Nem fordult el, láttad a klotyót, én szerintem egyből láttad a klotyót, valami hasonló rémlik.
hogy ott szemben volt. Nem, szerintem a külső helyen, mielőtt az épületbe beléptél volna, amit kerthelyiségnek nem, én gondolom, hogy az volt a kerthelyiség. Igen, ott volt kívül. Ott elől. Igen, ott elől na, volt ott kívül. Elindult lefele a lépcső, és bekanyarodott az épületbe. Sőt, igen, oda kívülre le lehetett úgy ülni, hogy az nem került még belépő jegybe talán. Igen, meg fogyasztani kijöttek, lehetett. És fogyasztani lehetett, és hogyha bementél a koncertre, akkor került talán belépőbe. Hát nem tudom. De lehet, hogy volt ilyen, ugye, hogy hétköznap nyitva volt, mint kocsma, mert ez egy kocsma volt, igen. Csak volt neki egy alaksora, vagy pincehelyiség, vagy hogy mondod, ahol hétvégére megnyitott, és voltak a koncertek. Igen, és ahogy bementél, jobbra egy volt ülőhely, szembe a klotyó, aztán egy fal, aztán elválasztó, és a fal mögött volt balra a bár, igen, egy pult, és onnantól egy ilyen kis folyosorról nyílt a maga a terem. Ami egy tulajdonképpen... Leegyszerűsítem, így mész befele, jobb kéz felé voltak az ülések, aztán a mögötte terem. A fal mögött a terem, meg hátul a DJ, úgymond. Igen, igen, igen. És az ellenkező irányba volt meg a bár. Bárpult, igen. Igen. Ahol a bárpultos kiszolgálás az kifejezetten nagyon kedvező volt, már mint annak a szempontból nézve, hogy én amikor oda mentem mondjuk, akkor volt olyan, mondjuk, hogy működött az, hogy nem kellett az, hogy így sokszor így odamész, akkor kérek egy sört, meg még egy sört, meg még egy sört, hanem az úgy működött, hogy egyszerűen odamentem, ott hagytam x forintot, mit tudom én mennyit, és akkor addig, amíg az nem nullázódott, addig mindig ki lettem szolgálva. És nem lettem átverve, mert nem rémlik ilyesmi, de viszont ez vagy csak nem emlékszem. Vagy, igen, de ez viszont tök jól működött, és most így belegondolnék, hogy vajon van-e olyan hely, ahol odamész, odaadsz a pultosnak, mit tudom én, 3000 forintot, csak azt mondod, hogy amíg az el nem fogy, lenullázod, addig kapod az ital. Hát hogy azt, hogy be ilyen törzsvendégeknek lehet, hogy van, de szerintem már nem, nagyon nem tudom elképzelni. Igen, de ott még akkor volt ilyen, tehát nem tudom, ki volt a kiszolgáló, vagy milyen bárpultos volt, arra annyi nem nincs meg. Tehát az így még az se, hogy nő vagy férfi volt esetleg, tehát így az úgy nincsen meg, az úgy nem rémlik. Viszont a koncertek azok abszolút közvet. A színpad, ahogy elmondtuk az előbb, hogy jobb kéz felé voltak ezek az ülések, aztán egy fal, és a fal mögött maga a terem, hátul a DJ, és azzal szemben volt a színpad. Faltól falig. Faltól falig igen, volt. Igen, igen. Ráadásul olyan ablakok voltak, hogy ilyen, mihogy pincéről van szó, nagyon régi épület, gondolom nagyon széles párkánya volt, oda még fel lehetett ülni, megsértődni, meg be lehetett oda ülni, és akkor elvonulni, hogy jaj, most akkor én meg vagyok sértődve, meg ilyenek, illetve ami nagyon jó volt, hogy amíg ment a koncert, ez ilyen közvetlen, ilyen baráti hely volt, mert maga a színpad az kb. Ilyen derékmagasságig, vagy még addig még se. Még az se, talán ilyen térdig? Ilyen nem magas. Hát lehet, hogy derék. Ja. Ilyen derék, nem volt kiemelve, és soha nem is volt kordon, meg semmilyen elválasztó, hanem volt a fellépő, túloldalt a maga rajongók, vagy akárkik, és együtt ottan lehetett bulizni magával a zenekarral. Ez azért emeli ki a színpadot ennyire, mert egy idő volt után rájöttünk arra, hogy erőszeretettel mi felmentünk a színpadra buli után, mármint koncert után, amikor a zenekar lejött a színpadról, és mindent elvittek a felszerelést a színpadról, teljesen kiürült a színpad. És mivel elérhető magasságban volt, nem volt semmivel elkordon, meg biztonsági nem volt semmi elválasztva. Semmi. Csak oda... szimplán felléptél oda, és akkor ugyanúgy bulisztál tovább, csak épp nem ott lenne a linoleumon, hanem a színpadon. Igen. Az kész. És ott akkor nyugodtan el lehetett terülni, le lehetett ülni, el lehetett lenni. Nem volt olyan, hogy most akkor ott nem lehetett lenni, el volt kerítve egyáltalán, ahogy... De, sőt, annak volt ilyen hátsó része? Nem. Milyen hátsó? Hát az ahol a közönség volt, ott hozták be a cuccot meg ki. Ott nem volt ilyen hátsó ajtó. Hát nem nagyon figyeltem, nem mit volt. Hova vittek meg hozzá. Szerintem nem, ott nem volt. Ott, ahol egyetlen egy bejárat volt, ott jött be a zenekar, ott jöttek be a cuccok, minden ott volt. Szerintem mi ezt emlékeinkben sokkal nagyobb, ez egy kicsi hely egyébként, egy kis klub. Hát, és a mi emlékünkben szerintem sokkal nagyobbként szerepel, mint amekkor. Most meglepődnénk, ha most ez még létezne, és oda lemennénk, és milyen picike, nem? Az biztos, sőt, hogy egyáltalán megvan-e, vagy működik-e valahogy, mert ahogy megszűnt, utána lett valami még, valamilyen neve,
Tehát utána még de oda mi nem mentünk oda, már. oda nem mentünk, már nem tudom, hogy mi volt, de ott még valami még volt, aztán utána nem. De viszont a koncertekkel kapcsolatosan, most hogyha így fel kéne sorolni, amin ott voltam. Aurora. Hát Aurora az biztos, mert ott nagyon durván emlékszem rá. De ott az nem azért, mert választottam talán, hanem azért, mert az volt a program. Tehát ott oda nem úgy mentünk, hogy na, megnéztük internet, hát hol? Nem volt internet. Nem volt internet. Tehát hétvége volt, vagy akármikor volt bulik, hoz hangulat. Pestiesből tájékozottunk. Pestiest volt az az újság. Az benne volt. Szerintem igen. Azt szerintem már csak a mozis korszak. Biztos? Hát én úgy emlékszem azt a mozis korszakokat. Lehet, hogy ilyen nagyobb koncertek az ilyen mozis korszakokat néztük ott. Lehet. Bár nem igaz, mert lehet, hogy ilyen egész oldalas nagyobb koncertek ott voltak. Valami koncertet ott biztos, hogy néztünk, de már kell is homályos. Mert jártunk rendszeresen, ahogy jártunk a moziba, mindig a heti pesti estet elvittük igen, pont igen. Azért. De ez a hely, ez nem azért, hanem mit tudom én, volt a Pecsában valami, és utána oda lementünk. Igen, ez nagy egy ilyen nagy, ez óriási nagy törzshelyünké vált egyébként, szerintem talán a legtöbb koncerten, vagy úgy egyáltalán a legtöbb, ha nap számba lehet ezt mérni, akkor a legtöbb napot, vagy legtöbb éjszakát ott töltöttük el, nem? Összeszámoljuk egyszer majd a maradék jegyeket, és abból kiderül, hát az de... nem, azt... Nekem, én egyszer elhagytam a személyit, akkoriban divat volt a 90-es években, hogy a személyidbe tárolod a koncertjegyeket. Én mit tároltam? Mert hogy tudtad tárolni a személybe. Mert volt személy. Na mert jó, nem csak egy plasztik kártya volt, hanem rendes kis füzet. Volt, igen, és azt is egy ilyen tokba tároltuk, ami mindig a farmer hátsó zsebében volt, emlékszel, nagyon gyűrve, meg minden. Na és ott voltak a koncertjék, és ezt nekem egyszer ellopták, és abba az összes jegy oda veszett, úgyhogy ami nekem van meg, a riff-röff jegyek, az nem az én jegyeim, hanem valakitől kaptam úgy utólag, hogy kárpótlásképp nem tudom. Tehát az övét adta nekem, és nekem csak azért van meg. Ugyanúgy, mint a Typo jegy is, amúgy az is abba volt. De és basszus, milyen durva amúgy, hogy ilyen régi, és még megvan. Ja. Igen? Szóval ez egy nagyon nagy törzshelyünké vált ez a hely, és mindenhon, hová innen indultunk, vagy éppen ide érkeztünk. Szóval nagyjából tényleg olyan, a legtöbb napot vagy éjszakát, az biztos, hogy itt töltöttük el. Sokat voltunk más szórakozó helyeken is, már beszéltünk, hogy melyek ezek. A Wigwam is ezek egyik egyébként, arról már készült külön videó. De ahol a legtöbb, illetve hát a sörkert volt a legtöbb. A sörkert ma az volt minden héten szerdán, de viszont ott nem tartott hajnalig az egész, hanem az volt, hogy valameddig, és utána például átmentünk ide. Már igen, hétköznap igen. Nem tudom, hogy volt. Nem tudom, hogy honnan, hova mentünk, arra nem emlékszem. De az biztos, hogy mindig az volt, hogy valahol voltunk a koncerten. És az éjszaka járata el lehetett menni a Fehérvári út, nem tudom meddig, ahol a hatos... Nem, mert ott a 4-es áll meg, a 4-es, igen, a 4-es villamos végállomásához elmentünk a éjszakaival, és onnan begyalogoltunk mindig, onnan már gyalog mentünk. Hát ezt most így nem tudom, hogy mit magyarázol, Fehérvári út 120 volt a riffröff. Igen, de oda gyalog mentünk általában mindig, nem éjszakaival, mert onnan közel volt a mostani jági Alepláza. De az nem csak azért, mert vásároltunk útközben. Nem rémlik az, hogy nem volt ott meg. A Pecsána meg volt ott, volt egy éjszakai non-stop bolt ott a... Meg a körtéren. Az aluljáró. Ja, meg a körtéren a meleg szemücsizés, hát az mondjuk vettünk... tényleg onnan kifele. Az hát még cigiztünk, még úgy vettünk cigit ott, hogy egy szálat adtak, emlékszel? Igen, igen. Az a bolt már, van az már. Na, ott volt, hogy elmentünk a boltba vásárolni, meg ilyenek, meg hát ott volt a meleg szendvicses, igen, ahogy mondod. Ezek a törzshelyek ugyanúgy mondhatni. Szóval akkor, igen, akkor az Aurora koncert, amit mondtál, az ráadásul nem is olyan koncert volt, hogy mint Aurora rajongó, hanem akkoriban volt a Aurora koncert a Röfibe, és mi akkor ott jelen voltunk. Hát pont úgy kb. Mint a Wigwamba, vagy de... mint a... De nem, az E-klub volt még ilyen nagyon jellemző, hogy fogalmunk nem volt, milyen koncert lesz, de ott kellett lennünk. Mi volt még? A Ricse az biztos volt, az még így rémlik. Én másra Ricse... nem emlékszem koncertre, mert nem igazán... A francot nem, a Kella is volt, szerintem. Én szerintem nem. Volt. Nem. Most, vagy hogy én nem voltam. Most, hogy így előttem... Hát mondjuk lehet, hogy nem. Én nekem nem. Az Aurorán nagyon emlékszem, azt tudod, hogy miért. Az azon biztos. Kívül nem tudom, hogy
Nem emlékszem így külön. Hát az Aurora az emlékezetes volt, mert az így fizikailag is így megérezte az ember, mert ott elég rendesen pohozós emberek voltak. Sőt, még volt olyan, aki még így, most így élesen így megvan, hogy így a nagy máhazsákkal a hátán még úgy volt bent ott a teremben. Tehát nem volt az, mint mostan, hogy mész a koncertre is, még kivéve már csak az intim helyeket, de mindent áttapogatnak és megnéznek. Hát de tényleg, hát még a lábamat is végig tapogatták a izén, én emlékszem. Én nem emlékszem, arénában, amikor mentünk Hans Zimmerre. A mostani, de ott azt mondom, hogy ott még annyira nem volt ilyesmi, hogy a máhazsákkal a hátadon nyugodtan nem mentél. Persze, lényegében leugrottál, mintha egy kocsmába mentél volna. Nem? Igen, és a már kocsmari szóba került, az jutott eszembe most pont, hogy a nevéhez méltóan tök jó ilyen röfögös ülőhelyek voltak. Az nekem az tökre tetszett, ilyen kényelmes, emlékszem, ilyen feltöltött szalmával zsákok, és az ilyen baromi kényelmes volt, ilyen, azt hiszem ilyen valami fakeretes valami volt, szalmával fel volt töltve, és tök jó el lehetett fojni benne, és akkor úgy én nem sokat, én lehet, hogy én még megkockáztatom, hogy életemben nem ültem ott le. Talán egyszer már, hogy van egy kint, hamályon. Ja, hogy a színpadon, meg a földön, inkább. Hát... Nem nagyon ültem az a helyzet. Az mondjuk igaz, szóval... mert végig bulisztuk ott az... Nagyon az, kemény nem csak volt, a koncertet, igen. Hanem utána egészen... Arra biztosan emlékszem, hogy egészen zárásig voltunk szinte mindig. Mert annyira jó volt, nem tudom, hogy ki volt annak idején DJ 97-ben, de hogyha... Ha látod, és akkor ezúton is köszönöm, nagyon-nagyon tuti volt mindig, mert... Ami nekünk dal kellett, azt általában mindig ott be volt rakva. Tehát nem volt az, hogy volt ilyen kívánság, oda mentél, ilyen valami nagy pult volt, oda mentél, soha nem kértem egy dalt. Nyomtad neki, hogy mi kell, és akkor ő már pár dallal később, mert be volt gondolom készítve más esetleg, még akkor nem is tudom, hogy... Mi te kértél számot? Nem is egyszer, hogy ne, hát a Alice Cooper-től kezdve... A Poison az például mindig, de akkor nem is volt az, hogy már egy pár szó lementél, és akkor már így tudni lehetett, hát hogy ne. Sőt, akkor még meg is van az a Cooper Polo, tényleg majd arról is lehet egy ilyen memory videót csinálni, szóval majd kis filmen. Nem baj, de viszont meg lehet, mert az amúgy több dolog is fűződik. Mert akkoriban, hogyha... Azt nem biztos, hogy el akarod abba, mesélni. Abba a pólóba, hogyha mentél, akkor már eleve látta, hogy te mit zeretsz. Sőt, hát egyszerű... Meg, hogy mit ebédeltél. Igen, egyszerű volt a dal kiszolgálás, de viszont nem csak ott, hát az E-klubba is lehetett kérni. Sőt, mindenhol lehetett kérni, én legalábbis úgy tudom, de én soha nem kértem számot. De, sehol. Kértél tőlem? Figyelj, ezt kérem! És akkor oda mentél, és akkor kérte nem. Más helyetted. Nem, soha. Nem, eszembe se jutott, hát nélkülem is ment. Volt ott kérve Eddától. Úgy is volt, amit imádtam, tök mindegy volt, meg amúgy mindent imádtunk, nem? Igen, igen. Rohantunk, előtted van, nem? Amikor megszólalt a szám, mit tudom, hogy iszogattál, lagymatag volt, éppen leült kicsit a hangulat, kint a bárnál, és akkor megszólalt a szám, és akkor... De nem is kellett ott rohanni, ott nem, az E-klubnál volt a rohanás. Na, ott kim voltál inkább meg mindig. Meg a sörkertnél. Meg a sörkertnél, de itt viszont a bent a színpadon ültél, elterültél. Nem, hát kinn a bárba is ülhettél. És ja. Jellemzően ültél a bárba, szóval. Amúgy most van vajon ilyen hely? Most azon gondolkodom. Hát ilyen, ami ilyen hasonló. Hát nem reggeli tudom. Tartóra. Biztos, hogy van. Hát ahol most vannak ugyanolyan rockkoncertek. A régiek mind megszűntek. Még az is, ahol életünkben egyszer voltunk, megnéztük, hogy hú, de jó hely, ide még visszajövünk, az soha többet nem mentünk vissza, mert messze volt, nem azért, mert nem tetszett. Emlékszel? Volt ilyen, nem is egy. Az ilyen fekete lyuk, meg ilyenek. Hát az nem, hát az, de amúgy messze, se volt. Messze, az a baj, nagyon messze kint voltak, igen. És nem is lett felkapott hely, nem jártak oda emberek, legalábbis nem tudunk róla. A mi ismerőseink biztos nem. Hát ez a Rufi úgy... közel volt, egyszerű volt, hát ott ez van, az... Gazdagrétről lejöttél a busszal, Moritz, és már onnan... Valószínűleg ez is voltunk ott a legtöbbet amúgy, nem? Mert a legközelebbi is volt. Igen. Meg úgymond talán a legfelkapottabbak egyike. Amúgy például a Pecsa után is mentünk oda. Simán. Tehát Pecsán volt egy koncert, ugye amikor a koncertre megy az ember, akkor többnyire külföldi koncertekre mentünk, mondjuk így, hogy a Pecsába. És akkor utána oda átmentünk. De akkor még volt ez, hogy érted, voltak ilyen társaságok, ilyen
rockerek, így nem is ismertük egymást, csak ilyen látásból, de így mindenki tudta, hogy ki kicsoda. Sőt, amikor... Valamelyik nap pont beszéltünk is róla, emlékszel, mennyire biztonságérzetünk volt? Nem volt ez, mint ma. Hát mondjuk ez hozzátartozik valószínűleg az is, hogy a kamaszkor hát a lázadás, meg a lázadás meg a... idejében nem azt vetted észre, hogy most bármilyen veszély fenyeget, de az biztos, igen, mondjuk hogy... veszélyes volt, mert nem volt veszélyérzetünk, így helyes. Igen, tehát az, nem a biztonság is nagyobb nem volt valószínűleg annyira esetleg veszélyes, mint mondjuk most, ahogy vannak, mert másképp voltak az emberek, más dolgokat fogyasztottak, meg sima alkohol, meg ilyen még, hasonló. Még emlékszel, üvegpohárba adták a sört? Hát, ja, az igen, de... És viszont... azokból az üvegpoharakból hány helyre került haza? És a másik, hogy azon a vonalon, ott a Moritz, meg a Riffröff vonalán, meg hasonló, például amikor ott mentünk, akkor nem volt az, hogy például itt volt egy ilyen diszkó, ott volt egy ilyen szórakozó, egy olyan szórakozó hely, ott a Moritzon, most így visszagondolok, így bármikor így mentő ott át, abban mindig ilyen rockerek, keményen tolták, és csak azok voltak. Sokszor voltak ezek a magasban, nem? Nem? De így csináld már, hogy látszódjon, nézd meg a fejére, milyen jól látszik. Tessék. Elpusztíthatatlan. Igen. Emlékek voltak akkoriban, az biztos. Örök és elpusztíthatatlan. Hát még annyira, hogy a jegy is még, hogy ennyire megvan, ez kész. Ez volt a legszebb jegy az összes klubok igen, közül. Igen, ez így talán. Igaz. Egyébként független attól, hogy a Röfibe speciál ilyen, de pokolgép vagy valami, kalapács, valami biztos hogy voltak, szerintem mindegyik végigment azon a nem, klubban. Mert ilyenekre jártunk. Kár, hogy ilyen. Nincsen rajta, majd meg kell nézni a neten, hogy van-e ilyen, ha felvételek nem is, de van-e ilyen program, vagy valami hasonló, ami régebben én voltak. Én már néztem, én nem találtam. Na, ebből a szempontból viszont milyen jó volt az, hogy az E-klubban, emlékszel? Hát ott rajta volt, mert ott volt, rajta igen. Volt magán az E-klubban, és akkor már be tudtad jelölni. Az egy nagyon praktikus volt, és már ott már csak azért megtartottad a jegyet, szóval az úgy tök de, jó. De összességében akármelyik helyre mentünk, mindenhol ugyanazok a zenekarok játszottak, szóval ez nagyjából tök mindegy, hogy most melyik helyen voltunk éppen, mert mindenhol ez az Ossian, Pokolgép, Omen, Kalapács, hát Tankcsapdán ritkábban voltunk, de azon is voltunk. Mi hát volt őt még? Ilyen klubai nagyon nem tudom elhelyezni. Talán én nem ne, hát hogy amúgy is ilyen klubban, igen, ott igen. Már lehet már akkor is már ilyen nagyobb helyek voltak csak. Akár, hát most mondtam, nem mondtam. Azt mondta, de ő is inkább ilyen nagyobb helyeken, ilyen Pecsában, meg ilyen helyeken rémlik, hogy voltunk. Hát ilyen kis klubban. Ilyen kis klubban. Ami biztos, hogy Junkies. Junkies, tényleg. Hát az volt mindenhol ott. Az ott volt a ott volt a Wigwamba, ott volt a Röfibe. Hát ott a volt, homi. Ott volt mindenhol. A... Mi az a kollégium? Rádai. Rádai klubba, ott biztos. Ott egyszer, az tényleg, az hogy? Ott nem nagyon volt akkor. Ott például nem voltunk koncerteken. De, ott, nem is, ott volt Junkies egyáltalán... is volt, dehogy nem. Mert én ott inkább a rockdiszkóra emlékszem. De volt ott Junkies is, egyértelműen megvan, egyszer, hogy... Egyszer, az nekem is meg, de egyszer. Szép, hosszú ősz hajával, hogy ott milyen tombolt. Milyen ősz hajával? Vagy ősz szőke hajával, hogy ott tombolt. Dehogy nem Junkies, ott biztos, hogy volt. Egyszer, de annyi. Igen. Sőt, az Akela meg egyszer volt abban a láng művelődési ház, vagy miben? Hát valamilyen művelődési ház. Amikor leültek a színpad szélére, hogy hát akkor most beszélgessünk ezt a zenek. Na, de menjünk a Röfire vissza. Igen. Hogy az egy ilyen óriási törzshelyünk volt tényleg. Mindig vagy onnan indultunk, vagy oda mentünk. Az megvan, amikor Trabanttal mentünk oda? Ja, jó sokan voltunk a Trabantba benne. De hogy honnan mentünk, az már... Hát... Inkább az, hogy hányan fértünk bele abba a Trabantba? Ja, az a filatorigátos kiinduló pont volt. Igen, sokan voltunk a Trabantba. És akkor Trabantba szállni, élvezet, és mentünk az élvezettel, ja, tényleg. Hú, az nagyon durva volt. Úgy voltunk bepréselődve a Trabantba, hogy nem tudom a számot, hogy hányan lehettünk, és ugye többnyire ismeretlenek, ma akkor is csak egy összeverődött társaság, hát akkor mi menjünk a Röfibe. De és Trabanttal szálltunk, beérkeztünk, beszálltunk a Röfibe, már nem hogy bele, de hogy úgy elé. És nem tudom, hogy vergődtünk ki a Trabantból annyian. De az biztos, hogy egy kalandos út volt, mert ahogy mondtam, a Filatorigát környéke az ott nem éppen a közelben hát van. Hát azért nem a Filatorigát az. De valahol ott kint volt, és onnan jöttünk lefele azonnan.
Hát meg volt az a kényelem, az úgy nagyon, akkor igen. Kisebbek voltunk, maradjunk annyiba. Nem emlékszem amúgy már rá, csak az, ezt hogy ott préselődtünk, de akkor az is mekkora buli volt. Ja. Mert akkor még lehetett ilyeneket csinálni. Voltak emberek, akikkel lehetett ilyet csinálni. Most már, tehát eleve nem ismerjük egymást ugye személyesen, tehát többnyire az ember az ismerőseit a neten szerzi. Mondjuk mi annyira ez nem jellemző talán. Hát úgy, ahogy, mert azért összejött egy-két fő, egy pár ember, aki így interneten keresztül is. Nem úgy értem, már... hanem, hogy nem ez a jellemzőbb. Ja, persze, nekünk, persze. De ettől függetlenül, tehát mindegy, nem ezt akarom, nem a netet, ne arról beszéljünk, hanem hogy a régen mennyire más volt, hogy olyan, tehát embereket személyesen ismertél, összejöttél velük, már mi találkoztatok, és akkor elmentetek a rifrövbe. Vagy elmentetek, hát házi buliránk később volt csak jellemző, hogy a házi buliba mentünk volna, de abban az időszakban, a 90-es években a különböző klubokba jártunk, és mindig ugyanazra a társasággal, néha volt, aki lemorzsolódott, akkor újak is jöttek, de ezek mindig, szerintem az kimondható, hogy a sörkertesek. Nem? Hát igen, mert ott... Vagy nem tudom, miért ahhoz kötöttök. Ott nem tartott reggelig, ott korán vége lett, lement a zenekarnak a bulia, a Junkies, mert az miatt volt, meg mi? A Sing Sing, nem? A Sing Sing, ott Sing Sing meg Junkies is volt. Ne, az nem? Később arra, mi már nem jártunk. Vagy igen, az később lett. Na, de az olyan, hogy volt a sörkerbe ő ennyire is. Ennyire érdekelt, hogy milyen zenekar. Volt a sörkerbe ő is, és az, amikor lement a buli, utána még x ideig volt egy kis pár dal leadva, aztán utána vége lett a bulinak, és onnan már lehetett átmenni a másikra. De az igen, ahogy mondod, konkrétan megvan, hogy... mint ahogy a csövével is, meg mindenkivel megdomáltuk, hogy na, akkor megy tovább a buli, és átmenjünk a másik helyre, és ott folytattuk tovább. Zárásig, mert ott a röfiben mindig zárásig volt, mert ott az volt a lényeg, hogy ne az éjszakai, mert ott a gazdagrétre óránként járt az éjszakai, és elég macerás volt, így akkor, amikor már vége lett a bulinak, ilyen 4:30 körül elindult. Tehát addig volt nyitva, amíg elindult a BKV járat. Igen. És igen. Onnantól már nyugodtan mehettél, mert ott, ahogy kijöttünk, már friss levegőtől valahogy észhez kaptunk, és már ott volt a busz megálló, és lehetett kényelmesen tovább menni a haza. Sokszor kellett ezt az utat egy szakaszon még... a kihozanodás érdekében gyalogosan megtennünk, tehát nem szálltunk. És milyen jól esett a meleg szendvics. Átmullatott éjszaka után. Igen, és akkor cigiztünk, de mint az állat. És ott a röfibe, nézd oda, hogy vicsket az orrom. És ott a röfibe a cigi miatt, emlékszem, milyen szagú volt a nadrágunk reggelre? Hát mindig az nem néztünk. Csak a röfi, az mindenhol ha volt. Mindenhol, de valahogy ott van az emlék. Igen, mert az a kis klub, de hát a Rádai klub ebben a szempontból még durvább volt. Mert ott nem csak a dohányfüst maradt meg, hanem ottan konkrétan, amíg a zárás el nem jött, ilyen tocsogtál állandóan a padlón, mert nem tudom így mi volt, de vagy a pára, vagy a levegőtlenség, de ott mindig nedves... Sok ember volt a kis helyen, és nem volt az a lenti helyiségben, nem volt ablak. Az volt a legdurvább levegőtlen. Valami szellőztetés biztos volt, mert különben megfulladtunk volna, de ablak nem volt. Tehát ez olyan volt, mint egy ilyen tornaterem. Röfinél volt ablak, ott Röfinél meg ki is tudtad volt, nyitni. Hát az is mekkora kicsi ablak. Hát igen, volt. De azt meg ki is tudtad nyitni talán, ha jól emlékszem, mert ott akkor még kinyitható volt. De nem voltunk ám milyen nyápicok, hogy most akkor büdös cigi szagú lett a nadrág, vagy ilyesmi, ló izékat. Még feküdtünk a színpadon, meg ilyenek. Tehát hát nem. Most hol volt szempont az? Na. Sőt, hát amikor még üvegpoharak voltak, amiknek gyakran lába kéz, és nagyon sok háztartásba eljutottak ezek a poharak, emlékszel? Mindenki vitte az a poharakat. Aztán bevezették, hogy ez nincs, ez a pohár, az üvegpohár, mert hogy veszélyes, és egyébként tényleg az volt, mert többek között mi is, amikor ott úgy jól éreztük magunkat a színpadon, Rádaiban. Körbe volt rakva a színpadnál a falhoz, tehát nem a színpad közepén, amikor már levonult a koncertező zenekar, és egy-egy emberi felszállingozott a színpadra, ugyanúgy velünk vagy nélkülünk, de hogy ott külön bulizni, akkor mindenki oda a színpad szélére pakolta ezeket a sörös üvegeket. De ott volt is ilyen összeszedő, mert az úgy rémlik. Volt. Meg ugyanúgy a Rádaiba is, de a Rádaiba volt inkább húzósabb, mert ott aztán
De nagyobb... Rádaiban volt ilyen perem a falon, ahova le tudtad rakni, ott meg mindenki a földre rakta, ahol a másik megült. És hogyha az egyik például összetört, mert volt ott, nem egy pohár tört azért ott össze, azért nem azt kell képzelni, hogy szilánkos izén mászkáltunk, de volt olyan, hogy eltört, és akkor úgy tudja a szilánkba, hogy ne üljél bele azért az... Meg utána gondolom össze volt takarítva. Persze, nem hát nem volt ott ilyen izé, persze. Csak rövid ideig azért, még nem jön oda elvinni. Na mindegy, de tehát voltak ilyen dolgok, és akkor így megszüntették ezt az üvegpoharat. Igen. Pedig amikor mi oda jártunk, elég sokáig az volt még az üveg. Mindig más aranyászok pohár, amit tudom, én emlékszel. És az az egyedüli hely, ahonnan nem lettem kirakva. Talán. Hát most erre mit mondjam? Vagy nem egyedüli, hanem az egyik hely, ahonnan nem, azért máshonnan sem voltam nagyon kirakva. Vagy nem volt ilyen, hogy ki... Hát azért kirettem. Én ezzel vitatkozni. De szerintem az az egyedüli hely, ahonnan esetleg, ha jók az emlékeim, akkor nem volt az, hogy kiraktak. Mondjuk úgy, hogy félig kiraktak onnan. Hát az egy ilyen vége volt már az olyan, hogy nem zár... egy ilyen volt. Az már egy ilyen záró... Nem egy ilyen volt. Az ilyen záró elköszönés, hogy akkor na jó van, jó volt a buli, toljad, menjünk, és akkor... Nem, az valami ilyesmi volt, ilyesmi, tehát mi? Az úgy nem volt. Na, beszéljünk arra azokra a részekre, amikor nem emlékszel. Hát azért beszélünk most róla, hogy így egyre inkább homályosodik el, és amúgy meg az is lehet, hogy lesz olyan, aki ott volt, és emlékszik arra a jó kép... Nagyon bízunk benne. Nagyon jó képű pára, akik ott szorakoztak. És felidézzük neki is az emlékeit, és akkor így, sőt, még az is lehet, hogy lefotózott, vagy sőt, emlékszem, volt egyszer egy, ott volt egy olyan képszakadás, ahol maga... Sok olyan ott volt, egy olyan képszakadás, ahol maga Winnetou jött és mentett meg, nem? Igen. Akkor én nem voltam ott. Ami így rémlik, mármint, hogy szó szerint Winnetou, mert hogy Indiánnak hívták, vagy valami ilyesmi volt. Nem voltam ott. De úgy volt, nem, hogy annak hívták. Nekem csak mesélted, én nem tudom, úgyhogy én hülyeséget nem akarok mondani. Na az a lényeg, hogy azt nem tudom, hogy ottan aztán, hogy volt, hogy jött Winnetou, és hogy mentett meg, meg fehér füstjelet adtam neki, és az miatt került oda. De tényleg, vajon az olyan a régi emberek... Te ezt érted? Én nem. Hát úgy hívták az illetőt. Bár hogyha akkor már ilyen 50 év körüli volt, szerintem volt ilyen 40-50 év körüli az az ember. Én azt tudom, hogy te kiről beszélsz, már emlékszem rá, mert ő is, ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenkit jól láttunk. Tehát így látásból mindenkit ismertünk. Volt, akit nem csak látásból, de a többséget azt mondhatni, hogy ilyen látás. Mindenki tudta mindenkiről. Olyan volt, mint egy falu. Vele, ja, és vele így jól el lehetett beszélgetni, ha jól emlékszem, ilyen jó beszélgetések hát voltak, de viszont ő már ilyen 40-50 év körül volt akkor már, tehát így ilyen rémlik ilyen valami kor, és hogyha ahhoz még hozzáadunk 26, hát 22-t, akkor már ilyen 70 év körül ül a internet előtt, és beírja, hogy Riffle Frog Club, jóképű fiatalok mikor voltak ott, és így megtalálja, feldobja, és akkor jelentkező, hello, én voltam az, mert akkor így összeülünk és dumálunk, hogy is volt, hogy hogyan jöttem én el onnan, vagy hová, vagy mi történt, mert az úgy akkor... Nem biztos, hogy mindent tudnod kell. Nem? Nem biztos. Tudod, aki túl sokat tud, az nem kell sokat tudni. Szóval nem, akkor volt sok tényleg ilyen képszakadás dolog, hát ez az a korszak volt, na, valamit kiírt. Hát az, hogy lejárt a 30 perc, és ja, hogy akkor majd folytatódik így. Szóval az egy ilyen filmszakadásos történet volt, sok minden volt. Ez az az időszak volt, amikor mind a ketten ismerkedtünk még. Hát próbáltuk, hogy a normális... csak egymással. A normális szintet meg kellett találni, és ahhoz volt egyfajta mérce, amit klubonként vagy bulinként mindig meg kellett azt találni, hogy hol van a megfelelő elég. És amiből így érzed, hogy na hát akkor legközelebb mész, akkor már nem fogyasztasz annyit, hanem csak éppen elegendőt, mert aztán jöttek egyre nagyobb koncertek, egyre nagyobb buli, és aztán rájöttél arra, hogy tulajdonképpen befizeted a nagy bulira a X belépőt, akkor nem szeretné úgy járni, hogy mondjuk nem emlékszel rá.
És akkor igen. ahhoz be kellett lőni azt a szintet. Igen, tehát ez felmértük az, ezt a igen. dolgot, hogy pontosan mennyit kell ahhoz inni, hogy az ember emlékezzen. A nagyobb buliknál, a nagyobb koncerteknél, ahol nem 300 forint volt a belépő, hanem mondjuk több ezret is esetleg így kifizettél, és akkor nem csak a jegy emléke maradt meg, hanem az is, hogy mi történt a koncerten. Tulajdonképpen ezek a kis bulik, ezek erre voltak. De igen. ez amúgy én konkrétan tényleg így van, mert emlékszem, hogy volt ilyen, mint amilyen nagy koncert, akkor az volt, hogy maga a nagy koncerten nem volt az, hogy mit tudom én megittál X sört, hanem csak ilyen, hogy ne legyél szomjas, és annyi, nem tovább. Én nem tudom ezt így külön választani igazából, én ezt úgy tudnám elmondani magam részéről, hogy volt az életemben egy olyan szakasz, amikor tesztelgettem, hogy mit bírok meg, mit nem. Aztán szerintem ez mindenkinek megvan az életében, és akkor annak vége szakadt, és akkor már így felnőttebb fejjel tudtad, hol a határ, és akkor már nem csinálsz olyat, amit azelőtt, amikor még nem tudtad, hogy ez miért nem jó. Úgyhogy szerintem ezen mindenki túlesik, ez kell is ahhoz, hogy az ember megtanulja, hogy ez miért nem jó, nem? Hát mert hogyha... Mondjuk ő igyekezett sokszor ismételni. Hát igazából, hogyha most azt mondom, hogy... mit tudom én, ne ígyel ennyit, vagy annyit, vagy amannyit, az így nem megfogható dolog, az meg egy ilyen fizikailag érzett, hogy na akkor ez az iszok? A szint, ami esetleg nem jó nekem, vagy nem jó, hogyha ehhez és ahhoz azt iszok, például a bor mellé sört, megfordítva a sör mellé bort, meg kettő keveréke az nem éppen jó, vegyület, nem jó vegyületek jönnek elő az emberből, hanem a kellemetlen részei is előjönnek. Szóval meg kell maradni csak a bornál, és csak a sörnél esetleg, kinek mi. Hát a bor az sose volt a kedvenc, mert általában az így hozzákeveredett, akkor az mindig így... Nekem kétszer kellett a bort meginnom. Nem beszélek róla, soha többet. Szóval ennyit a borról. Nem, tehát ezt az ivást amúgy mondom egy rövid szakaszban, amikor az ember kamasz és kóstolgatja így a dolgokat, nem szó szerint a borra gondolok, meg a piára, hanem úgy amúgy is az élet nagy dolgait, ugye amikor elkezdesz ismerkedni, bulikba járni, azt szerintem teljesen egészséges, hogy az ember akkor ezeket a dolgokat is kipróbálja. Ezen azért akkor még nem voltunk túl. Az a nagy büdös igazság. Igen. Úgyhogy... Akkor voltak ilyenek is, és tényleg így ismerkedtünk is, de akkor nem csak egymással, akkor voltak ilyen dolgok is, voltak apróbb ilyen összeröppenések is, vagyis pontosabban összeveszések. Beindult a kapcsolat, kóstolgatása zajlott. Igen, de ott az a hely volt talán az, ami úgy igazán... Hát azt azért nem tudom kimondani, hogy az hozott minket össze, nem? Ez hát ha nem is össze... Te már oda jártál, én még akkor nem jártam. Nem is összehozott, de szabadon lehetett tök jól érezni magadat, úgy, minthogyha elmentél volna egy házi buliba, de mindezt egy olyan formába tetted, hogy mégse volt annyira zárt, mert jöhetett ismeretlen is abba a bizonyos buliba. Igen, igen, hát ez a családias. Így van, dolog, hát a családias beszél. Légkör... Ha azt rá kéne így nyomni, akkor ott az teljesen megvolt, mint a kiszolgálás szempontjából is, amit mondtam, meg mint a úgymond kidobó, akik ott dolgoztak, vagy a felügyelő emberkék, mert ott már ilyen nem kidobó, ilyen beengedő volt igazából, ott még kidobó úgy nem volt, hogy na itt állt két kidobó ember, hát az volt. Akik beengedtek, ők voltak, akik esetleg felügyelték magát a buliba zajlott dolgokat. De nem, de ők is ismerték az embert már arcról, meg minden igen. héten oda jártál, én nem így voltam, mert én később kezdtem el oda járni. Igen, tudták, hogy ahogy megjelentél, tisztelettudóan, nagyon korrektül fogsz bulizni, és mindig csak annyit mondtak, hogy minimum úgy, mint a múltkor, és akkor minden oké lesz. Nem? Tehát valami ilyesmi fogadás volt. Nem hogy... tudom. Mondom, hogy én nem jártam oda. Csak, tehát én nem tudom, hogy mennyit hagytam ki abba, amikor te oda jártál, az hány alkalom, vagy mi lehetett ahhoz képest, mert én később kezdtem csak el oda járni. Uh-huh. És nem is veled mentem oda először szerintem. De nem tudom ezt már. Tehát ezek már ilyen homályos dolgok. Az biztos, hogy egy nagyon családias légkör volt, de szerintem ez nem csak azon a helyen, hanem abban az időszakban. Bármelyik rockklubot elővehetjük, talán az E-klub volt kivétel,
meg a Rádai, ahol nem mondanám családiasnak. Nem volt családias, hanem ott más arcok voltak. Hát ott teljesen más volt. Ott, hát az meg nem 100% úgy, annyira nem volt 100% rock klub, mint ahogy a Riff-Raff. Mert az, meg a Wigwam. Meg a Wigwam, de a Wigwam sem, az már az inkább a korosabb osztály, tehát nem a tinédzserek buli helye volt. Tehát ott az egy kicsit más volt, hát komolyabb, ez így hülyén hangzik, de nem a teljes ilyen kamasz, fiatal értem, buli is, hanem mondani, ott már ilyen a motorosok, meg a olyanabb emberek, akik így már esetleg korosabb rocker, vagy de a Rádainál ott aztán végképp nem, az inkább a hát az egy kollégiumnak a szórakozó helye volt, és szólt rock buliként is, de nem 100% olyan rock volt, hogy ottan csak rock ment. Mint hát, ahogy, de azért azok az örök zöldek, inkább, amik inkább, mentek, igen. Az Sabon ilyen volt. Meg, jó, persze, tudom, így van, de ott viszont előfordult más is, tehát ott vegyesebb volt, az biztos. Hát, ja. Tehát ott úgy vegyesebb volt a kínálat, meg ott más volt, tehát ott eleve volt külön ilyen, ahol lehetett a báros rész, meg volt külön a kajás része, volt preparálva, külön volt választva. Még volt dohányzó, ott volt dohányzó mentes helyiség, ahol a kajálás volt, ahol a régi hagyományos meleg szendvics volt, és így nagyon finoman belaktál belőle. De elmentél megint a Riff-Rafftől. Igen, tehát úgy ott az más volt, az teljesen. Na, amit még most így mondtad, ez a családias légkör, meg a korosztály kor feljött, ami nekem mindig is nagyon tetszett ezekben a klubokba, ez elsősorban a Pecsába érződött nagyon talán, de talán azt hiszem, hogy a rockerek társaságába én azért éreztem magam mindig nagyon jól, mert nagyon tetszett az, hogy ott nem nézte ki egyik a másikat soha az életbe. Tehát ott semmilyen nem volt, hogy most kor, nem, bármi, ott senkit nem nézett ki a társaság soha. Egyedül az egyetlen góc pont az a más műfajú zene. Nem? Tehát az volt, de még az se, tehát amikor, hogy is mondjam, az adott társaságba bekeveredett egy más zenét hallgató, az sem volt kinézve. Csak úgy elszeparálva voltak ezek az emberek egymástól, a rocker meg a nem rocker. De ha a rocker társaságba bárki bekerült, akkor ott mindenkit elfogadtunk és elfogadtak. Tehát az meg az ott azért aztán volt végképp nagyon... nem volt, tehát ott a röfírben, amiről beszélünk, ott aztán meg végképp nem volt, ott egyáltalán nem volt ilyesmi. A másik, igen, az is, de szerintem a többi hely, a Pecsa az biztos, hogy azt is ide sorolnám, most egy E-klub az más, mert ott több terem volt, ott. De a másik pedig az, hogy ugye a rockereket mindig így leszakadtozták, tehát hogy ilyen szakadt farmer, meg izé, hát azért ezen belül is vannak, én nem szeretek, és soha nem szerettünk skatujázni, de az ebbe a műfajba is ugye több ága van a rockzenének, de hát ebben nem menjünk bele, hanem még az öltözködés is olyan, hogy van, aki csak tényleg egy akelapólót vesz föl, meg egy farmert, vagy egy mit tudom én, de a másik meg bőrnadrágot, meg olyan szerkókat hordtak ezek az emberek, nem feltétlenül a mi társaságunk, de úgy jellemzően, tehát ezek megint ilyen anyagi dolgokba is, hogy nem volt ilyen lemorzsolódás, nem volt ilyen egymást kinézés, nem volt irítség, nem volt az, hogy az egyik szakadt rocker, a másik meg milyen izé. Különböző műfajok keveredtek a rockereken belül, és mindenki elfogadó volt a másik szemben. Hát sőt, ott még jellemző volt az, hogy meghívtál mást egy italra, vagy fordítva. Kit hívtál te meg egy hát italra? Úgy általában ez így előfordult, hát így benne van a fejemben, vagy így rémlik, hogy mit tudom én, nyugodtan meghívhattál valakit egy italra, vagy fordítva ő hívott meg egy italra, vagy akár a pulton ott hagyhattad az italt, vagy nem volt az, mint most vannak. Hogy ebből is probléma tud lenni, hogy azt mondják, hogy mit tudom én, ne hagyd ott a pohár italodat, mert akkor belekerül valami és akkor utána nem tudod azt esetleg, hogy kivel mész haza, meg ilyen egyéb történések, hanem akkor volt egyfajta olyan kölcsönös együtt bizalom. Jól érzés a buli helyeken, hogy a szórakozás végül is 100%-kal volt, és annyira, hogy talán azt merem mondani, bár ebben nem vagyok biztos benne, de balhéra nincsenek emlékeim. Nem, abszolút. Tehát olyan, hogy mit tudom én, balhé lett volna,
vagy hogyha volt is, akkor valami olyan kisebb lehetett, hogy olyan például, hogy kijön mondjuk egy ilyen rendőrség, vagy ilyesmi, az nem. Egyik helyen sem ami, volt. Ami volt, a biztonsági őrökről pletykákat hallottunk. Az E-klubnál. De azt mi nem láttuk. Az E-klubnál, az előfordult, azzal ott voltak gondok. Mi te láttál ott olyan? Hát láttam közelről, igen, így közelről voltak előfordulások. Közel? Hát, hogy így közel volt a kidobó én hozzám, konkrétan kontaktban voltunk, ő kidobott, meg ilyesmi, de az egy másik történet. De máshol nem. Tehát, hogy ilyen... De az se balhé miatt. Hát nem balhé miatt, azért, mert ott úgy olyan emberek voltak, akik gyakorolták a munkájukat. Tehát így gyakrabban előfordult az, hogy az volt a feladata, hogy rendet tartott. Szorgalmas. Igen, szorgalmasan. Megfelelő fizetés emelés volt, vagy mit tudom én, voltak kamerák, és látták, hogy akkor na, 5 embert kirakok, akkor plusz fejenként. Kamerák, akkor. Vagy valami hason, mondjuk nem volt ilyesmi. Az a lényeg, hogy itt a Röfibe ilyen nem volt olyan gyakran, mint esetleg máshol. Meg egyáltalán balhé sem volt. Balhé, ha volt végké. Mégis, akkor, mi, akkor pont nem voltunk már. Az nem. Meg ott helybe elült, tehát vagy lecsillapodott, igen. Vagy valami ilyesmi. Nem fajult el. Nem volt miért elfajuljon. Tehát vita szerintem tök egészséges, ha mindenhol mindig van. Mármint nem mindig, de hogy előfordul. A veszeketés az már nem jó, az volt biztos, megfelelően mi kimaradtunk. Az, hogy nem fajult el a veszekedés. Tehát én tényleg most így gondolkodok, egyáltalán nem emlékszem se. Még olyanra emlékszem, de az se a Röfibe, hanem még a Vikingbe volt, még a Híradóba is volt benne olyan balhé, ami tényleg nagy balhé volt, de például abban se volt, tehát mi akkor nem voltunk ott. Ezek olyankor másfajta koncertek voltak, vagy én nem is tudom. Ja, az úgy teljesen más volt, igen. Szóval egy családias légkör volt, mindenki el volt fogadva, mindenki látásból ismerte a másikat. Szerintem egy nagyon jó hangulatú bulik voltak ezek, és tulajdonképpen az egész úgy nézett ki, hogy mindegy, hogy hol jöttünk össze, Pecsába, vagy E-klubba, vagy akár ebben Röfibe, ugyanaz a társaságnak egy bizonyos része volt. Hol itt, hol ott, hol amott, és hogyha nagyobb volt az adott szórakozóhely, mint például a Pecsa, akkor nyilván sokkal többen voltunk. És időközönként a város másik pontjairól is jöttek újabb és újabb, mindig újabb emberek az adott társasághoz csapódva, és akkor ezek így váltakoztak. De a krémje az mindig úgy ugyanaz volt, nem? Igen. És most az jutott eszembe, hogy most milyen lenne, hogyha lennének felvételek, és így vissza lehetne nézni, meg milyen Insta story meg hasonlók születtek volna ott akkor azt azokon tuti. A helyeken. De lehet nem is viszont baj, hogy nem születik lehet, hogy teljesen máshogy szorakoznak most pont ez miatt, bár így nem tudom, így annyira úgy nem látok bele a szorakozásokba, mint ahogy régen volt, de pont az ilyenek miatt lehet, hogy teljesen más a szorakozás érzése a mai fiatal, hogyha elmegy egy helyre, mivel hogy a készülék a kezébe van, vagy akár a másiknak a kezébe van, és ez miatt már lehet, hogy van egy ilyen fajta ilyen visszatartás, vagy egy ilyen, nem tudom igazából, de most így az jutott eszembe, hogy akkor azok a pillanatok ott meglettek volna örökítve, az úgy milyen érdekes lett volna, és az is lehet, hogy még vannak felvételek, csak még nem került elő, mert... Hát sokkal jártunk ezekre a helyekre, akkor is volt fényképezőgép, lehet, hogy várni kellett a film előhívásra, meg nem volt annyi lehetett képkocka, de attól még volt fényképezőgép, és például a koncerteken is egész biztos, hogy volt, aki videózott, tehát egy halom videó van felrakva a különböző klubokból is. Erről nem találtam sajnos, erről nem találtam, csak egyetlen egyet, és az is már ilyen 2000 valami volt, ha jól emlékszem. Ezért, hogyha valaki archiválta a 90-es évek végét ezekben a klubokban, akkor az tök jó lenne, hogyha ezt a videót egész ideig kibírta és végignézte, és hallja ezeket a mondatokat, hogy akkor az tök jó lenne, hogyha jelentkezne. Visszanéznénk így magunkat, hogy milyenek voltunk mi akkoriban, meg mik történtek. Hát nem? Attól még már van felvétel, nem biztos, hogy rajta vagyunk, attól még azt is szívesen megnéznénk, ami hát nem vagy vagyunk. Aki mi nem vagyunk, maga a hely egyáltalán, igen. Így képekben van. Mondjuk fotókban lehet, hogy esetleg találunk, mert most így videóban néztem, de lehet, hogy fotókban még van hely, ami így visszamaradt. Ha videó nem ismer, akkor még annyira nem volt a videótechnika. Nálunk? Nekünk? Nem, nekünk általában az interneten. A fotó... Bár az a legelső fotó, amit tőled, rólad kaptam, az ott készült.
Ja, az, ami ott készült. A Lukas Farmer nadrágban, ahol iszod a sör, az pont a röpibe készült, de az semmi nem látszik, az a baj a helyből. Tehát az egy fekete háttér és annyi. Tényleg, azt még lehet meg is osszuk majd, hogyha úgy van. Ha már az Instáról beszéltünk, akkor hogy legyen ott is fent. Riff Raff Rock Club hashtag. Tényleg, lehet még nem is volt. Riff Raff Rock Club az egy nagyon jó hely volt, nagyon kár érte, sajnos megszűnt tudomásom szerint. Mi nagyon jól éreztük ott magunkat több éven keresztül. Az biztos. Jó pár bulimban jelen voltunk.